Milyen érzés az, hogy a formális nyelvek oktatásakor Magyarországon még mindig az egyik alapmű, forrásmű az 1979-ben az Akadémia kiadónál megjelent könyve? Természetesen nekem nagyon jó érzés az, hogy ezt a könyvet még ma is használják. Valójában ez megjelent még egyetemi jegyzet formájában is, mielőtt a könyv formában kijött. Sőt, ennek van egy utóélete ennek a könyvnek, mert ennek egy javított változatát Amerikában a McGraw-Hill kiadta, és az is több kiadást megért, és ott is nagyon sok helyen használják, még ma is. 1934-ben született, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen végzett matematikusként. Első munkahelye is ott volt, tudományos gyakornokként. Milyen feladatokat jelentett ez akkor? Fejér Lipót, világhírű matematikus, az összegyűjtött munkáinak a kiadását előkészítendő kért az akadémiától egy segédmunkaerőt, és engem választott erre a célra. A megjelent munkákat, amit később Turán Pál szerkesztett, abban az én nevem is szerepel, mint az egyik technikai szerkesztő. És az egyetemen már nem sok érdekes dolgot tudtam csinálni, és akkor 1960-ban határoztam el, hogy elmegyek az Akadémia kibernetikai kutatócsoportjába, ahol egy új számítógépet építettek, és elmentem az M3 géphez programozónak. Milyen emberekkel találkozott ott? Hát ott találkoztam régióismerősömmel, Dömölki Bálinttal, aki a vezetője volt a gépépítő osztálynak. Ott a programozási csoportban, akikkel együtt dolgoztam, az volt elsősorban Dancs István, de ott volt Szelezsán János és Gergely Jóska, révészné Márkus Emília, Kovács Győzőt, Szent Iványi Tibort. Ebbe a pionír csapatban mindenki ismerte a szomszédját. És önnek milyen feladata volt ott? Hát az egyik legérdekesebb feladat, amivel foglalkoztam, és ami tényleg sikeres volt, az a csepeli készülékes szerszámgyárnak a forgácsoló üzemében, ott egy ilyen nagy műhelyben több ilyen megmunkálógép volt, forgácsolók, marógépek és egyebek, és minden hónapban volt egy csomó megrendelésük, ami mindig változott, és azt meg kellett ütemezni, hogy minden darabot időre elkészítsenek. És a gépek is kihasználva legyenek, ne kelljen egyiket a másikra várni, hogy előbb befejeződjön a egyik művel, utána a másik. Erre nincs matematikai módszer ezt pontosan megtervezni, de a számítógép a sebességénél fogva ki tud próbálni rengeteg változatot, és abból kiválasztani azt, amely a legjobban megfelel a célnak, vagyis hogy a munkadarabok idejébe elkészüljenek, és a gépek is ki legyenek használva. Utána az újságokban olyan címen jelentek cikkek róla, hogy művezető volt az M3. Az első kísérleti fordító programon az egy külföldről ide bemutatott gépnek, az Elliotnak az autókódjára épült, azt próbáltam utánozni az M3-on. Később Dömölki Bálinttal közösen írtunk egy szimbolikus címeket fordító programot, amelyik tulajdonképpen a gépi kódhoz közel álló nyelven, de az abszolút címek helyett szimbolikus címeket használó programot tudott gépi kódra fordítani. És aztán az M3 a programozása kapcsán is publikált. A kibernetikai kutatócsoportot később Magyar Tudományos Akadémia számítástechnikai központjának nevezték el,
és annak voltak közleményei, azok megjelentek rendszeresen. Abban nagyon sok ilyen beszámolót írtam, többek között erről a ütemezési problémáról, de írtam többek között programok rendezéséről. A Csepeli papírgyárnak volt egy érdekes feladata, amikor a hullámpapír dobozoknak a kiszabására kellett egy optimalizálási programot írni, ami szintén azért volt érdekes, mert lineáris programozással, módosított szimplex módszerrel dolgoztam ki a problémát, de olyan sok változat volt, hogy nem fér be a gépbe. Úgyhogy azt a trükköt kellett alkalmazni, hogy ezeket a kombinációkat menet közben kellett kialakítani, és a Matrixnak a memóriában csak egy része kellett, hogy bent legyen, és az újabb variációkat mindig menet közben produkálta a számítógép, az én programom, és ebből lett egy módosított szimplex módszerrel egy optimalizás munka. Ebben az időben jelent meg az Algol 60 algoritmikus nyelvnek a nemzetközi standardként való publikációja, jelentés az Algol 60 algoritmikus nyelvről. Ezt én akkor lefordítottam magyarra. A fordítás közben kellett magyar új szakkifejezéseket is kreálnom, mert például az, hogy mi az, hogy assignment statement, magyar megfelelője nem jól hangzik, ha hozzárendelő utasításnak mondjuk. Szóval én bevezettem ezt a fogalmat, hogy értékadó utasítás, meg aztán több más ilyen szakkifejezést, ami azóta elterjedt Magyarországon. Kalmár Lászlónak különösen tetszett az automata elméletben a verem automaták fogalma. Ezt követően a Magyar Nemzeti Bank programozási csoportját vezette. Itt milyen feladatokkal találkozott? Hát először is azzal kezdem, hogy miért mentem oda. Anyagi okokból. Én engem akkor már fölvettek levelező aspiránsnak. Sikerült Kalmár László aspiránsaként elkezdenem az aspirantúrát. És mint ilyen, nem vállalhattam másodállást. És közben útba volt már a harmadik gyerekünk. Pénz kellett, ezért az akadémiai munkámat, a kényelmes, előkelő, tudományos kutató munkámat feladtam, vagy olyan munkáit, ahol több pénzt tudtam keresni. Hát a bankban akkor még nem volt számítógép, úgyhogy mint a programozási csoport vezetője, tulajdonképpen előkészítő munkákat folytattunk. A folyószámla könyvelést igyekeztek gépesíteni, és próbaprogramokat készítettünk. És a másik feladatunk az volt, hogy megtaláljuk azt a számítógép rendszert, amit a bank megvásárolhat ahhoz, hogy a feladatait ellássuk. Ehhez több külföldi céghez kellett kiutazni. Németországban, Angliában jártunk a nagy bankoknál, és hogy leteszteljük a gépet, a Nemzeti Bank folyószámla könyveléséhez körülbelül 100, napi 100 000 rekordot kellett földolgozni. Én írtam egy Cobolban egy véletlen szám generáló programot, amelyik pótolta a számlaszámokat, és egy rendezetlen köteget produkált, amit rátettünk a különböző számítógépekre, hogy rendezze le. És akkor megnéztük, hogy milyen gyorsan készül el az a feladat. Hát ezzel nagyon szépen meg tudtuk állapítani, hogy például az IBM gép, vagy a Siemens mennyi idő alatt készül el ezzel a csomaggal. 1966-ban a Magyar Nemzeti Bank részéről bedolgozott a Némi Küszimlej
az EMP 830-as gépcsalád programozásában. Ön itt milyen munkát végzett? Ők ott az operációs rendszerrel kapcsolatos kérdéseket akarták velem ellenőriztetni, megnézetni, és egy Minicobol nevezetű fordítóprogramot terveztek, abban segítettem nekik. Hát a Cobol az a Nemzeti Bankban is egy alapvető programnyelv volt, úgyhogy ott a programot Cobolban kellett írni. Később a Minicobol fejlesztését az Infelorban folytattam. A bankból, amikor kiléptem, akkor az Infelorban lettem osztályvezető, és ott egy komoly programfeladat volt a Minicobol készítése, annak az irányítását vállaltam. Tulajdonképpen ez a Minicobol, ez milyen célszolgált? Egy kisebb gépre, nevezetesen a magyar R10-re alkalmas programot készítsenek, ami hát nem rendelkezett mindazokkal a lehetőségekkel, amit a nagyobb gépek tudnak, de mégis ugyanabban a fogalmi rendszerben kezelte az információt, mint ahogy a Cobol. A következő munkahelye a Számítástechnikai Koordinációs Intézet volt, ahol főosztályvezető volt. Itt milyen terület tartozott önhöz? Hát itt a KGST államok együttműködése keretében, de attól függetlenül egy külön szervezet jött létre, az egységes számítógép család kifejlesztésére, és ebben a magyar delegációban a szoftver szakértői csoportnak a vezetését bízták rám, és hát ez egy érdekes dolog volt, mert az ESR számítógép család az tulajdonképpen az IBM 360-as, vagy később az IBM 370-es rendszernek az utánzata akart lenni. A magyarok viszont egy francia licenc megvásárlásával a Mitra Kenz francia gépet elnevezték R10-nek, és mint a gépcsalád legkisebb tagja, jól kiegészíti a nagyobb gépcsaládot speciális alkalmazások területén, amire ez a kis gép talán alkalmasabb, mint a többiek. Mondjuk úgy, hogy a folyamatvezérlésre gondoltak, amiben ez a kis gép mondjuk jobban megfelelt azoknak az igényeknek. És most így utólag hogy ítéli meg, hogy ez egy milyen döntés? Az egész ESR próbálkozás nem volt sikeres, mert a IBM gépeknek a architektúráját le akarták másolni, úgyhogy programkompatibilis gépeket akartak tervezni, és a próba az volt, hogy jó-e a terv, hogy eredeti IBM programokat akartak lefuttatni rajta. De sajnos az architektúrának az alátámasztásához szolgáló mikroprogramozás és áramköri technológiai bázis, és annak a speciális adottságai mégsem feleltek meg azoknak az igényeknek, amivel ezt a programkompatibilitást tökéletesen el lehetett volna érni. Tehát voltak időzítés problémák, meg én nem tudom pontosan mik. A technológia nem volt olyan fejlett, hogy ezeknek a meghibásodás nélküli üzemideje elég hosszú lett volna ahhoz, hogy nagyobb programokat zavartalanul végig lehessen futtatni. Az ESR gépek akkori szoftverellátását azt hogyan értékeli? Én úgy gondolom, hogy az ESR gépeknek a szoftverellátása nem volt rossz, a hardware megbízhatóságával volt a legtöbb probléma. A Szovjetunióban csinálták a legnagyobb gépeket, az NDK-ban a következőt. Az NDK-ban elég sok energiát fektettek bele, és aránylag jól működtek az ő szoftverjeik.
aztán ugye a lengyelek dolgoztak benne, és a bulgárok. Az SKI után a Staki volt még Magyarországon a munkahelye. Itt milyen fejlesztési munkával foglalkozott? Ott már több kutatási jellegű munkát lehetett végeznem, és ott kezdtem el foglalkozni a Lambert kalkulussal, amit a programnyelvek szintaxisa mellett a szemantikai kutatások eszközének láttam. Ugye a formális nyelvek foglalkoznak a nyelvek szintaxisával. A nyelvnek a szemantikájához bonyolultabb elméleti háttér kell, és ebben úgy tűnt abban az időben nekem kutatási témának megtetszett a lambda kalkulussal kapcsolatos kutatás, és így a lambda kalkulusra vonatkozó kutatásomat kezdtem el, és kísérleti programokat futtattam az IBM képen. Említettük már az 1979-ben megjelent formális nyelvekről szóló könyvét. Mit gondol, mi volt ebben olyan meghatározó, amitől alapmű lett? Ebben az volt a, mondjuk az alapvető törekvésem, hogy egy olyan egységes keretbe foglaljam a különböző nyelvcsaládokat, ezek az úgynevezett Chomsky hierarchiának a tagjai, hogy lássék a közvetlen kapcsolat ezeknek a grammatikáknak és a megfelelő automatáknak a kapcsolatával. Tehát úgy mutattam be ezeknek a nyelvosztályoknak a tulajdonságait, hogy szinte egy az egyben mindegyik lefordítható legyen a megfelelő automata elméleti konstrukcióra. Önnek nagyon sok tudományos cikke jelennek külföldön, még magyarországi munkássága idején is. A formális nyelvekkel foglalkoztam elsősorban abban az időben, és a cikkeim majdnem mind erre vonatkoztak. Amit később csináltam, az már sokkal érdekesebb területeket is, hát érdekesebb, sokkal nehezebb területeket is érintett, és itt a lambda kalkulusra gondolok, aminek a érdekessége az, hogy ezt a lambda kalkulust a 30-as években dolgozta ki egy Alonzo Church nevezetű amerikai matematikus, és ezt tulajdonképpen változatlan formában használták egészen a 80-as évek közepéig. Akkor viszont John Backus, aki a Fortran nyelvet dolgozta ki először az IBM-nél, az elkezdett foglalkozni egy új programozási fogalommal, a functional programming-et, tehát a függvényes programozást, és ehhez pontosan illett a lambda kalkulus, de volt egy olyan része ennek a functional programmingnek, ami a lambda kalkulusnak egy kiterjesztését igényelte. Tehát én a lambda kalkulushoz hozzátettem két új szabályt, amivel könnyen lehet modellezni a John Backus-féle functional programokat. Ezzel a két új szabállyal fölkeltettem a figyelmét több kutatónak, akik először azon töprengtek, hogy ezek vajon konzisztensek-e, nem vezetnek-e ellentmondásra. És Dana Scott, a nagy elméleti matematikus, megtalálta a módját, hogy ehhez egy olyan matematikai modellt készített, amelyik bizonyítja az ellentmondásmentességet. Közben én magam is bebizonyítottam formális módszerekkel a konzisztenciát. Mikor hagyt el Magyarországot, és mi motiválta, hogy elmenjen? Én 1981 nyarán
döntöttem úgy, hogy ott kint folytatom a munkásságomat. Akkor már másodszor voltam vendégprofesszor Amerikában, és ez akkor a Lexingtonban voltam az egyetemen vendégprofesszor, de olyan sok nehézség és Herceg utca előzte meg minden egyes ilyen meghívásra való kiutazásomat, hogy arra gondoltam, hogy megint, ha hazajövök, évekig megint itten beleszek skatujázva, és hát már akkor nem voltam fiatal, 47 éves koromban úgy döntöttem, ott megpályázok egyetemi tanári állást, és nem jövök haza. Hát tulajdonképpen akkor kezdődött az amerikai munka, viszonyom először voltam ott Lexingtonban, meghosszabbították egy fél évre a munkámat, onnan kerültem a Tulane Egyetemre, New Orleansben. A New Orleans-i egyetem, Tulane Egyetemről konferencia ismeretség alapján az előbb említett John Bakkusszal kerültem kapcsolatba, aki akkor is az IBM-nél dolgozott, és az ő támogatásával bejutottam a T.G. Watson kutatóközpontba, Yorktown Heights-ba. Onnan később pályáztam egy tanszékvezetői állásra a University of North Carolina-ban, Charlotte-ba, amit megkaptam, és akkor oda mentem tanszékvezetőnek, ott voltam egy pár évig tanszékvezető, és ott maradtam nyugdíjazásom, mint full professzor. Az IBM Kutatóintézetben milyen kérdésekkel foglalkozott? Hát az IBM-nél az volt megint a nagy szerencsém, hogy ott a kutatóknak teljes szabadságuk volt a téma megválasztásában. Az érdekes az volt, hogy ott is a lambda kalkulussal foglalkoztam tovább. Annak egy, az én elképzelésem az volt, hogy a lambda kalkulus az maga is egy functional programming nyelvként használható, és ehhez megcsináltam a lambda kalkulusnak egy értelmező programját, és ott az volt az egyik érdekes feladat, hogy ezt egy shared memory multiprocessing systemre implementáltam, tehát ahol a végrehajtásnak a sebességét azzal lehetett növelni, hogy több processzor szimultán dolgozta fel a nyelvet. Az egyetemről végül is emeritusként jött el, ami egy komoly megbecsülés. Az érdekesség az, hogy amikor ott a saját elhatározásból nyugdíjba mentem, 67 éves koromban, akkor két évig elköltöztünk Lincolnba, a fiaminkhoz, de azt az éghajlatot nem nagyon bírtuk, és visszajöttem Charlotte-ba. Két év hiátussal visszajöttem, és ott akkor, mint part-time instructor, még 10 évig tanítottam. A saját területemen program nyelveket tanítottam elsősorban, de akkor annyi mindenhez hozzájutottam, többek között kriptográfiával, ami matematikailag érdekes, ugye. A diákjaimat is nagyon jól szórakoztattam ezekkel, mert feladatként adtam nekik, hogy dekódoljanak egy titkosított üzenetet. Őnekik meg kellett írni a programot, akkor én megadtam a kulcsot, és elküldtem nekik a kódolt üzenetet. Aki először megfejtette és visszaírta a megoldást, az kapott extra kreditet. Hogy látja, merre felé haladnak ezek a formális nyelvekkel kapcsolatos kutatások? Hát most már ezen a területen nagyon sok újdonság nincsen, amit mondjuk
ahhoz kellett ezeknek az elméleteknek a alapos kidolgozása, hogy a fordító programokat meg lehessen jól tervezni, és már automatikusan csinálnak fordító programokat ezekkel a compilerekkel, vagy compiler generátorokkal, aminek beadják a szintaxist, hozzá kell persze tákolni a szemantikát, ami egy kicsit nehezebb, és akkor generálnak fordító programot tetszőleges nyelvekre. A másik terület, ahol ezeknek van jelentősége, a természetes nyelveknek a vizsgálata, hiszen az egész dolog Chomsky részéről úgy kezdődött, hogy a természetes nyelvek fordítására akart programot tervezni. De hát hogyan tanítson meg egy programot egy idegen nyelvre? Milyen nyelvtant lehet neki beadni? A nyelvtant kell formalizálni, és a strukturális tulajdonságokat próbálta ilyen matematikailag formális rendszerbe önteni. Ebből keletkezett a formális nyelvek elmélete. Lényegében a gépi fordítás, tehát a természetes nyelvek fordításának a problémájából adódott ez az elméleti háttér, ami a természetes nyelvek vonalán nem volt olyan sikeres, mint a programnyelveknél. Tehát az történt, hogy ez a formalizmus sokkal sikeresebbnek bizonyult a mesterséges nyelvek feldolgozásánál, mert a mesterséges nyelveknek a grammatikája sokkal könnyebben foglalható szabályokba, a természetes nyelvek tele vannak kivételekkel és speciális esetekkel. Lát valami lehetőséget arra, hogy a természetes nyelvek fordítása az megoldódjon? Nagyon jó nyers fordításokat tudnak ma már csinálni, de a természetes nyelveknek azért a bonyolultsága, a sokrétűsége, a szaknyelvnek a különböző speciális alkalmazásai, tehát a több értelműségeknek a kiküszöbölése, az formálisan nehezen megoldható. Thank you.